Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 26-án. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel az indiai asztrológia szerint és a mi asztrológiánk szerint. Itt van egy különbség, de itt ezen a felvételen összehasonlítjuk a kettőt. A mai napon még mindig ugyanaz van, ami tegnap, hogy a nap az Uránusz bolygóval összeköttetésben áll. Mégpedig ők találkoznak és együtt hatnak. Az indiai asztrológia szerint a kos jegyében, a mi asztrológiánk szerint a bika jegyében. Uránusz bolygó hatása alatt mindig változások lesznek, sőt, nagyobb változások. Ez gyakran meglep bennünket, mert nem számítunk rá. A hirtelen jön. Természetesen Uránusz hatása alatt lehet egy meglepetés is, hogy az kellemes vagy kellemetlen a mai napon, ahogy a bolygók állnak, nem lehet tudni. Amennyiben a kos jegye hat, az arra utal, hogy ezek után, a meglepetések után lesznek változások és mozgások. Ezzel ellentétben a bika jegyében inkább azt váltja ki, hogy minden olyan mozdulatlan lesz, minden úgy megáll. A bika jegyénél gyakran anyagiakról van szó. Még mindig van egy nagyon jó kapcsolat Mars bolygó és Vénusz bolygó között. Ez kihat a párkapcsolatra, és ez nagyon kellemes. Az indiai asztrológia szerint ez a Föld elemében van. Vénusz a bika jegyében, Mars bolygó pedig a bak jegyében. Itt hat a Föld eleme, és ez megnyugtató, adja a biztonság érzését. A mi asztrológiánk szerint ez a kapcsolat a levegő elemében van. Vénusz bolygó az ikrek jegyében, Mars bolygó pedig a vízöntő jegyében. Ez szerint, a kapcsolat szerint érezzük a párkapcsolatban a könnyűségeket. A mai napon Plutó bolygó megáll, és holnaptól visszafele mozog, visszatekint. Ez a megállás azt jelenti, álljunk meg egy pillanatra, és gondolkozzunk el valamin, pontosan azon, ami Plutó bolygót illeti. Plutó kihat a testi kapcsolatokra, tehát ez lehet egy téma. Azon kívül a Plutó bolygó összeköttetésben áll a halállal. Ez nem azt jelenti, hogy most valaki meghal, hanem ennek van egy szimbolikus jelentése is, mégpedig az, hogy valamit lezárjunk, valamit befejezzünk. Természetesen előfordulhat haláleset, vagy egy örökösödési ügy. A jó kapcsolatokat már említettem, ami kevésbé jó, az egyrészt a Hold és a Neptun bolygó kapcsolata az indiai asztrológia szerint. Ez vagy azt jelenti, hogy a mai napon történik valami, ami csalódásokhoz vezet, vagy a mai napon visszaemlékezünk valamire, és érezzük ezeket a csalódásokat.
Ezen kívül van még egy kapcsolat, ami kellemetlen lesz a mai napon. Ez egy úgynevezett Merkur-Jupiter kvadrát. És ez mind a kettő asztrológiánál így van, tehát az indiai számítás szerint is, és a mi asztrológiánk szerint is. Ez lehet egy kellemetlen hír, és ez a hír nem csak kellemetlen, hanem ez mutatja az igazságtalanságokat is. Amennyiben ügyvédi dolgokat szeretnétek elintézni, a mai napon korlátok előtt álltok, nem mennek a dolgok, legalábbis nem úgy, ahogy ti szeretnétek. És most az elemek. Az indiai asztrológia szerint a tűz elemében van a nap és Merkur bolygó. A nap jelenti azt, hogy oda kell, hogy nézzünk, olyan irányba mozogjunk, ami bennünket lelkesít. Merkur bolygó kihat a tettekre, de arra is, hogy milyen a kommunikáció. Itt a tűz eleménél lehet egy lelkesedés, viszont Merkur ma egy kellemetlen kapcsolatban áll Jupiter bolygóval, ezért én ezt a mai napot úgy mondanám, hogy ez a tűz eleme ebben az esetben nem a lelkesedés, hanem agressziót mutat, vagy dühöt. A Föld elemében van a Hold, Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz bolygó, tehát a Föld eleme most nagyon erős. Ez mutatja a reális dolgokat, de az anyagiakat is. A párkapcsolatban jelenti a biztonság érzését. Mivel Mars és Vénusz bolygó egy jó kapcsolatban áll, ez elérhető. A levegő elemében és a víz elemében nincs bolygó, nincs hatás, de erre szükségünk van, tehát oda kell, hogy tekintsünk. A víz eleménél az érzelmekről van szó, a levegő eleménél pedig a szabadság érzete vagy a könnyedség. A mi bolygónk, a mi földünk a mérleg jegyében van az indiai számítás szerint a levegő elemében, és ez mutatja, hogy mennyire szükségünk van a szabadság érzetére, és arra is, hogy sok mindent magunk mögött hagyjunk, végre fel tudjunk lélegezni. A mi asztrológiánk szerint a tűz elemében van Merkur bolygó, ugyanúgy, mint az indiai asztrológia szerint is. A Föld elemében van a Nap és Jupiter bolygó. A Nap mutatja, mennyire fontos a biztonság érzete, és hogy az anyagiakat tegyük rendbe. Viszont Jupiter bolygó nem túl jól hat a mai napon, mert ma van egy Merkur-Jupiter kvadrát. Ezek a nehézségekre utalnak, vagy pénz veszteségére. A levegő elemében van a Hold, Vénusz, Mars és Szaturnusz bolygó. Ez mutatja a könnyűségeket, és azt a párkapcsolat területén, mert Mars és Vénusz egy jó kapcsolatban áll. A víz elemében nincs bolygó, de a mi asztrológiánk szerint a Föld a Szkorpión jegyében, tehát a víz elemében van, és ez szerint mutatja, mennyire fontos, hogy tekintsünk a mélybe, és figyeljünk az érzelmeinkre. A Hold a harmadik tithi napja, és az azt jelenti, hogy a férfias
energia és a nőies energia együtt áll, és ebből kialakul valami új. Ez lehet egy gyermek születése is, de jelenti az alkotó munkát is. A hold a Rohini holdházban található, ez nagyon szép és kellemes. Rohini az a hold nagy szerelme az indiai mitológia szerint. És ez a szerelemre utal, szerencse a szerelmi életünk területén. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, a viszonthallásra!